Azt szerettük volna, hogy a tetőcserép anélkül váljon az épület szerves részévé, hogy túlzottan domináns megjelenése legyen. Rendkívül fontos volt számunkra, hogy olyan dizájnt kínáljunk, amely nem csak napjainkban tűnik divatosnak, hanem időtálló szépséget képvisel. Azért fontos, hogy foglalkozunk a tetőcseréppel, mivel az a ház látszó felületének akár az 50%-án is megjelenhet. Ha ránézünk egy épületre, akkor annak homlokzatát és tetejét látjuk. Ezek azok a területek, ahol az épület megjelenésére a legnagyobb hatással lehetünk. A formatervezési folyamat ugyanúgy zajlik, ahogy minden más ilyen jellegű. Le kell ülni, vázlatokat kell készíteni, és meg kell hozni a döntést. A termékfejlesztés legnagyobb kihívása a dizájn és az összes műszaki paraméter, többek között például a beépíthetőség összeegyeztetése volt. Végül egy makettet, a tetőcserép egy kicsinyített mását fejlesztettük ki, amely prototípusként szolgál majd a gyártás számára. A tetőcserepünk neve V11, mivel a megjelenésében a V alak a domináns vizuális elem, a 11 pedig azoknak a cserepeknek száma, amely egy négyzetméter felület lefedéséhez szükséges. A V alaknak több szerepe is van, jobb vízelvezetést biztosít, másrészt pedig egy speciális vizuális funkció, amely fényjátékot eredményez. A fazettás megjelenés ebben a formában nem volt jellemző, és biztos vagyok benne, hogy egy különleges pluszt ad majd a tetőnek. Ez egy teljesen új látásmód a tetőcserép tervezésben. A Tondag történetében ez volt az első alkalom, hogy külső formatervezővel dolgoztunk együtt. A Wienerbergerrel való együttműködés kiváló volt. Korábban alig tapasztaltunk ilyen gördülékeny és gyors fejlesztési folyamatot, mint amilyet Wienerbergernél láttunk. Az eredmény lenyűgöző, nagyon izgatottak vagyunk. Időtlen forma, letisztult megjelenés, úgy gondoljuk, hogy az eredmény tökéletes lett. Reméljük, vásárlóink azt mondják majd, hogy ez valami teljesen új ebben az ágazatban, olyasmi, amit ezelőtt még sohasem láttak, és ami annyira lenyűgözi őket, hogy úgy döntenek majd, hogy házuk tetőfedéséhez a V11-et választják.